Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Köszöntöm a polgármester asszonyt, köszöntöm a Teréz Énónak minden munkatársát, és mindazokat, akik fontosnak tartották, hogy eljöjjenek erre az immáron mondhatni hagyományos adventi összhang jótékonysági adománygyűjtő koncertre. Éppen a Római Katolikus Egyháznak van egy internetes újságja, a Magyar Kurír, amelyen a fogyatékosok világnapjával kapcsolatban olvastam, hogy az ENSZ 93 millió fogyatékos gyermeket tart nyilván. És hogy az emberek általában olyanok, hogy amikor találkoznak egy másik emberrel, akkor pontosan a fogyatékosságát nézik. Pedig, írja a cikk írója, mennyivel fontosabb volna, hogy a szemébe nézzünk, ahol az ő sokszor nálunknál tisztább, szebb lelkét láthatnánk. Ugyanakkor pedig, amit nem látunk, az pedig az, hogy egy fogyatékkal élő nagyon sokszor rendkívül magányos. Ki az, aki elhívja őt moziba, elhívja egy sörözőbe, ha nagyobbról van szó, vagy felnőttről? Ki az, aki akar vele egy koncerten, vagy valahol megjelenni? Ez a hangverseny is, és ez az alkalom is. Elsősorban azt szeretnék kifejezni, hogy szeretnénk mellettük állni, hogy ne érezzék magukat egyedül, hanem azt érezzék, hogy vannak olyanok, akik szívesen vannak az ő társaságukban, és valóban tudnak az ő szemükbe nézni. Köszönöm szépen, hogy itt együtt lehetünk, és engedjék meg, hogy ezt az alkalmat megragadjam arra is, hogy a Teréz Énó jubileuma alkalmából az intézménynek és Matyasovszky Zsófia vezetőnek gratuláljak az önkormányzattól kapott emlékéremhez is. Köszöntöm még egyszer mindannyiukat. Köszönöm Zoltán atya kedves szavait, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal bíró gondolatait. Részt vett idén egy konferenciánkon, ahol nagyon érdekes és számomra megindító saját élményekkel teli előadást tartott. Úgyhogy tudom, hogy nem csak formáról beszél. És nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljöttek és elfogadták a meghívásunkat. A koncertünket élvezzék legalább annyira, amilyen szeretettel előkészítettük, és amilyen szeretettel előadjuk önöknek. Köszönöm.
Thank you.
Isteni titkaim immár kijelentem, mert Szűz Máriában jó kedvem telt nekem. Légy gyors szolgálatban köszöntve Máriát, és vidd elő neki a megváltás titkát. Az emberi nemzet, hogy megszabaduljon, a régi fogságból új életre jusson. Enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then, that somehow you'll see her. Oh.
Someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room. And night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing. Explain it. Who can tell you why? Fools give you reasons. Wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own. For all through your life you may dream all alone. Once you have found her, never let her go. Once you have found her, never let her go.
téged pártfogónkat, várjuk.